A szavazók 52%-a voksolt a bölti récére, míg a másik két jelöltre a nyilfarkú és a kanalas récére a szavazatok 26 és 21%-a érkezett. A Madárton Egyeset indított el Magyarországon az év madarát, 1979-ben, azóta nagyon sok szervezet nevezi meg az év évfaját. Alapvetően ez egy kommunikációs eszköz, és azt kell, hogy mondjam, hogy bár ne lenne rá szükség, mert az év madarának lenni általában nem jó. Általában olyan madarakat választott ki a szakmai stább, vagy választhat most ki a lakosság szavazással, amivel kapcsolatban valamilyen természetvédelmi probléma van. A bőti réce kizárólag fogyatkozó, speciális közegben képes fészkelni, a halastavi környezet számára nem élhető. 2025-ös évre az év madara választásnál a fő rendező elv, az a vizes élőhelyek, ezen belül is a kis tavaknak a, a, a védelme, tehát a lápok, mocsarak, illetve a szikes tavaknak a védelme. Ugye különösen az utóbbi esetében, a klímaváltozás következtében ezek a mondjuk a három legfenyegetettebb élőhely típusba tartoznak. Ugye a legérdekesebb, legspeciálisabb ezek közül Magyarországon talán a, a székek világa, a szikes tavakat hívják a Dunatiszak közel és akár Tiszántól is székeknek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai stábja három fajból álló csoportot állít össze évről évre, melyek közül szavazással döntik el, hogy melyik fogja felhívni a figyelmet a következő évben az adott természetvédelmi problémára.